Amikor a Bálintunk 6 hónapos volt, kellett volna mennünk átfújatni a szemét, mert mindig csurgott neki születése óta. Csurgott, és nem javult, kipróbáltunk mindenfélét, és nem akart javulni. És aztán volt, hogy imádkoztam érte, de az csak szerint az olyan megszokott, Istenem, gyógyíts meg őt, kérlek, vagy Jézusom, de valahogy annyira nem mélyültem bele. Nem tudom, hogy vagy pedig nem álltom, nem tudom, hogy egyszerűen miért nem lett addig meggyógyítva, viszont mielőtt pont mentünk volna a terminér, hogy Pozsonyba kell mennünk, át fogják neki fújatni, és akkor már nem volt várakozási idő, akkor könyörögtem Jézus, imádkoztam Jézushoz, úgy mondanám, és hittel megvallottam neki, hogy Jézusom, én tudom, hogy te meg tudod gyógyítani őt. Viszont ne a én akaratom legyen meg, hanem a tied. Legyen, ahogy lennie kell, de ha lehetséges, hogy ez a picinkó baba ne kelljön szenvednie a véget, hogy most átfújassák a szemét, gyógyíts meg, kérlek szépen. Én tudom, hogy te képes vagy rá, és ezt hiszem, úgymond nem volt szükségem arra, hogy mondjam, én hittem, tényleg hittem, hogy Jézus mostand is ugyanúgy, mint azelőtt meg tudja gyógyítani. És megtörtént. Másnap a Bálintnak nem folyott a szeme, nem csurgott egy szem, egy csöppet sem. El is vittem őt az orvoshoz kivizsgálni, azt mondta, hogy nincs neki semmi baja, úgy látszik, meggyógyult. És onnantól soha többet nem csurgott neki a szeme. Én Matus Evelin vagyok, és szeretnék minél több embernek tanúbizonságot tenni. Én is arról, hogy Isten mennyire csodás, ezt ő iránti szeretetből és hálából döntöttem úgy, hogy igenis élek ezzel a lehetőséggel, hogy van ez a technika, még hogyha nagyon nem is szeretem, és tényleg olyan fáradt is vagyok, meg fogalmam sincs, hogy hogyan fogom összeszedni a gondolataimat, de majd Isten segítségével ez megtörténik. Viszont úgy érzem, hogy szükség van az én tanúbizonságomra is, mert szeretnék minél több embernek segíteni. Nem tudom, hogy jól megy ez a videó, vagy most csinálok először ilyet, úgyhogy remélem hallani, de szeretném elmondani nektek, akik fogjátok ezt nézni, hogy mennyire fontos Isten felé fordulnunk teljes szívünkből, bármilyen gondunk van, hogy merjünk hozzáfordulni, merjük kérni a segítségét, és higgyünk abban, hogy tényleg ő megsegít.
megsegít, mert ő tényleg van és hal, és ő a mennyei atyánk, aki mindig ott van, úgymond az ajtó mögött, vagy mellettünk, és csak rajtunk áll, hogy meg-e szólítsuk. Ő hagyja, hogy éljük az életünket, ahogy akarjuk. De amikor szükségünk van rá, akkor szólíthassuk, és ő segít. A sok hülyeséget, amit az életben összeszedünk, és úgymond hálózzuk magunkat a bűnbe, a bűnökkel, a rossz választásokkal, az a háló minket annyira körbe tud szőni, hogy nem is azt gondoljuk, hogy jó életet élünk, vagy hogy jó felen megyünk, és akkor, hogy igen, meg leszünk, és idővel nem is tudjuk, hogyan, miért jönnek az akadályok, miért jönnek a nehézségek az életünkben, életünkbe, de jönnek. És van, hogy azt se tudjuk, hogy kerültünk oda. Isten segítségével meg tudjuk látni ezeket a dolgokat. Kell kérnünk, és ő megmutassa, hogy mi is az, amiben esetleg elbotlottunk, és hogy mit kéne kikorrigálnunk, hogy ez javuljon. Én főleg most, amire a figyelmet akarnám fölhívni legfőképpen, hogy merjetek Isten felé fordulni, és hogy Jézus miértünk nem csak egy mesebeli figura, nem csak egy historikus emberke, egy proféta, akiről igen, halljuk azt, hogy meghalt értünk, és csak ennyi, csak egy emlék, akire ráemlékezünk esetleg karácsonkor, és akkor játsszuk azt, hogy igen, mostan legyen nagyobb békesség, mert karácsony jön. Nem, Jézus él, ő tényleg van, meghalt értünk, és amikor az ítélet elé fogunk kerülni, akkor tudjuk, hogy ő értünk meghalt, és ez nem csak egy vicc, ez nem csak egy legenda, hanem ha hiszünk benne, akkor örök életet tudunk nyerni. Nem fogunk megszűnni. És szeretném fölhívni még arra is a figyelmet, hogy mostan már még ebbe a életbe is, amikor most élünk, vannak csodák, és ha hiszünk, de hogyan mondjam, ha kérjük, és hisszük, hogy Jézus tud nekünk segíteni, ugyanúgy, ahogy meggyógyította a leprásokat, vagy annyi fajta csodát csinált, annyi csodát tett, ezek a csodák mai nap is működnek. Mai napig megtörténhetnek, ha Isten is úgy akarja. Nekünk alázatosaknak kell lennünk, és elfogadni, amit ő szán nekünk.
De hogyha hiszünk benne, kérni kérhetünk. Azt mondta Jézus, kérjetek és adatik. Ha kérünk és hittel kérünk, akkor tényleg adatik. Amikor a Bálintunk 6 hónapos volt, kellett volna mennünk átfújatni a szemét, mert mindig csurgott neki születése óta. Csurgott, és nem javult, kipróbáltunk mindenfélét, és nem akart javulni. És aztán volt, hogy imádkoztam érte, de az csak szerint az olyan megszokott, Istenem, gyógyíts meg őtet, kérlek, vagy Jézusom, de valahogy annyira nem mélyültem bele. Nem tudom, hogy... vagy pedig nem álltom, nem tudom, hogy egyszerűen miért nem lett addig meggyógyítva, viszont mielőtt pont mentünk volna a terminér, hogy Pozsonyba kell mennünk, át fogják neki fújatni, és akkor már nem volt várakozási idő, akkor könyörögtem Jézus, imádkoztam Jézushoz, úgy mondanám, és hittel megvallottam neki, hogy Jézusom, én tudom, hogy te meg tudod gyógyítani őt. Viszont ne a én akaratom legyen meg, hanem a tied. Legyen, ahogy lennie kell, de ha lehetséges, hogy ez a picinkó baba ne kelljön szenvednie a véget, hogy most átfújassák a szemét, gyógyíts meg, kérlek szépen. Én tudom, hogy te képes vagy rá, és ezt hiszem, úgymond nem volt szükségem arra, hogy mondjam, én hittem, tényleg hittem, hogy Jézus mostand is ugyanúgy, mint azelőtt meg tudja gyógyítani. És megtörtént. Másnap a Bálint nem folyott a szeme, nem csurgott egy csöppet sem. El is vittem őt a orvoshoz kivizsgálni, azt mondta, hogy nincs neki semmi baja, úgy látszik, meggyógyult. És onnantól soha többet nem csurgott neki a szeme. Ugyanez volt nemrég a Fannikánkkal. Nem a szemével, de azt hittem, hogy vakbele lesz. Nagyon fájdította a hasát. Ez olyan másfél hónappal ezelőtt történhetett. Nagyon fájt neki a hasa. Nagyon görcsült, és amikor rátettem a hideget, akkor javult neki. Összehívtam a gyerekeket, már akkor úgy nézett ki, hogy muszáj lesz őtet bevinnem Pohotovoszra, de gyerekekkel először is imádkoztunk közösen érte, hogy enyhüljön a fájdalma, meg ha lehet, akkor múljon el a fájás, és ne legyen neki semmi baja, vagy nagyobb gondja. Elmondtunk egy mi atyánkot, és utána muszáj volt készítenem a dolgokat, mert azért fájdította, úgyhogy mondom, hát nincs mind várokoznom. És a fiókot kitettem a mamánál, anyúséknál, és Fannikával mentem Szerdahelyre. Útközben elkezdtem beszélgetni Jézussal. Mondom, Jézusom, te azt mondtad, kérhetünk és adatik. Hogy van ez, hogy miért van szükségünk orvosokra? Miért vannak akkor orvosok? Hisz ők is tényleg sokszor segítnek és gyógyítnak. És akkor mondom, miért működik ez, hogy igénybe vehessük a te segítségedet is, viszont vegyük igénybe valamikor az orvosok segítségét, hogy is van ez. És Jézus megmutatta, rámutatott arra, hogy mivel annyira
sok minden, nehéz ezt elmagyarázni, de hogy annyira sok minden nem olyan a világban, mint amilyennek látszik, akkor igen, hogy orvosok is jók, és tudnak segíteni, és kapnak tudást, és hogy vannak tényleg lelkiismeretes orvosok is nagyon sokan, akik nagyon jól végzik a szakmájukat. Úgyhogy vannak, hogy a emberek segítségére legyenek. Viszont félre lettünk már vezetve abba, hogy sok ember csak az orvosban hisz. Az orvosok lettek sok esetben úgymond Isten helyébe téve, hogy valakik csak a orvosnak hisznek, és nem gondolnak abba bele, hogy az orvos Istenen köröztül dolgozik, vagy hogy mondjam, hogy Isten, Jézus ott áll az orvos mögött, amikor ő csinálja a dolgát. Úgyhogy az orvos nem a saját magának, a tehetségének köszönheti, hogy meggyógyítsa azt az illetőt, hanem Isten segedelmével. De ezt sokszor nem lássuk. És én akkor mondtam az autóba, hogy nekem nincs szükségem arra, hogy orvos gyógyítsa meg a Fannikát, mert én hiszem, Jézusom, hogy te képes vagy rá. De hogyha ezen most túl kell lennünk, valamilyen oknál fogva Fannikának legyen meg a operáció, mert nem tudom, valamit meg kell élnünk, vagy akkor ám legyen, ezt mondtam. Legyen, ahogy te jónak látod. Viszont én kérlek, hogy ha nem muszáj, akkor ne kelljen szenvednie, és gyógyítsd meg őt. És ez IT-nél történt, ez a beszélgetés, és Szerdahelyhez, ahogy odaértünk, a Szerdahely táblájához, akkor mondom Fannikának, hogy vedd le most már a hasadról a hideget, mert rajta volt a hasán, ilyen valami hideg. És azt akartam látni, hogy mostant akkor menjek a kórházba, vagy pedig térjek le, hogy elmegyünk anyum lakásáról, és ottant várunk egy kicsit, hogy akkor mi lesz a hasával, fog-e még fájni, vagy se. És a Fannika azt mondta, hogy nem fáj a hasa. Nem voltam nagyon meglepődve, de nagyon nagy boldogságot és nagyon nagy hálát éreztem, hogy Jézus újra csodát tett. Viszont úgy voltam vele, mint egy gyarló ember, hogy mindig ott vannak a kételyek. Annyira nehéz, még ha meg is éljük már, nem tudom hányszor az életbe, az Isten segítségét, Jézusnak a hatalmát, azt, hogy megsegít, akkor is az emberben ott van az a kételkedés, fölmerül, hogy nem jön vissza az a fájdalom neki, vagy hogy tényleg tőle van, nem-e csak képzelődik az ember, nem-e csak szerencse, nem-e csak véletlen, de nem. Ezt annyira biztosra tudom mostan mondani, mint ahogy biztosan itt ülök, és azért is döntöttem úgy, hogy már végre, igen, élek ezzel a talentummal, mert hallom ilyen lelki társaimat, akik ugyanúgy tanúbizonságot tesznek Istenről, hogy meg kell osztannunk a embertársainkkal a tapasztalatainkat, hogy tudjanak belőle merít tenni.
És ezért is döntöttem úgy, hogy igenis, mostan szólok hozzátok, akinek köl, az hallja meg, aki Jóisten nyissa meg mindenkinek a szívét és a fülét a hallásra és a befogadásra, azért, hogy mindenki tudjon meríteni a Istennek a szeretetiből. Mert ez a világ annyira rossz fele megy, és valamikor annyira kilátástalanok szerintem sok embernek a napjai, annyira erősen munkálkodik a gonosz. És én szeretnék Istennek a segítségével az Isten lámpása lenni, hogy ő neki a dicsőségére, nem magaméra, nem én akarok föltűnni, vagy kitűnni, vagy valamivel érdekes lenni, még véletlenül se, de szeretnék Istennek a munkatársa lenni, és segíteni neki abban, hogy minél több embert, aki csak lehet, megsegíteni ő felé. És ebbéket is döntöttem úgy, hogy ezt a videót följátszom. Na és visszatérve még a Fannikának a fájdalmaihoz, ugye elmúltak, és még nem mertem. Mármint akkor nagyon megörültem, és odaértünk a anyum lakására, és a Fannikával térdre borultunk, és mondom, Fannika, imádkoznunk kell, hálát adni a Jóistennek, mert Jézus meggyógyított. És hálát adtunk, megköszöntük neki, nagy boldogság volt bennem, viszont volt ilyen kétely, volt bennem kétely mindenképpen, hazudnék, hogyha ezt nem mondanám el, és úgy voltam vele, hogy várunk egy órát, hogyha nem jön vissza a fájdalom, akkor vége, akkor mehetünk haza. Akkor nem viszem be őt, tehát semmiképpen kórházba. És igen, vártunk. Utána pedig visszamentünk a anyóshoz, a fiókér. De úgy voltam vele, hogy még mindig volt bennem kétely olyan szempontból, hogy mi, hogyha csak egy kicsit tudtuk megállítani ezt a fájdalmat, és akkor délután, vagy egy-két napjára rá visszajön, és hogy azt mondhassák, hogy na, a te Istened, hogy mégse nem a Isten segített, mégse nem a Jézus gyógyította meg. Evvégett még nem beszéltem róla, csak egy hetire rá kezdtem tanúbizonságot tenni, azt hiszem úgy egy hetire rá, amikor már tényleg fölmertem vállalni azt, hogy tényleg csoda történt, mert az, ahogy a Fannika szenvedett, én nekem volt vak belem, én tudom, hogy mit étem át, és nagyon a Fanninak minden jele arra mutatott, hogy az lehet, és nem volt, gondolkoztam utána azon is, hogy nem csak valami gyötörhette a hasát, valami rosszat megevett, vagy puki nyomta, vagy ilyen, de nem, semmi ilyen. Úgyhogy mindenképp tudom, hogy csoda történt, és mivel nem ez a egyetlen egy, és Isten olyan hatalmas, és annyi mindenben megsegít, azért is döntöttem úgy ma, hogy fogok erről ma beszélni, mert ezen a héten megéltem egy, én szerintem mondhatom azt ott, hogy újjászületést, és ma a egyik ilyen lelkitársom, akit
akit szokok hallgatni, és ő mondott egy nagyon jó példázatot arra, hogy az ember, amikor hogy elmegy fogorvoshoz, és ugye van neki, megvan például 36 foga, és az orvos azt mondja, hogy mindegyik foggal van valami gond, és hogy lassacskán meg tudja csinálni, egyszerre nem fogja tudni megjavítani az összeset, az egész, mind a két fogsort, az összes fogat, de lassacskán meg tudja, és hogy akarom-e ezt a javítást. És én ezt élem át, hogy én kértem Istentől, hogy törjön meg, mert szeretnék alázatos emberré válni, egy olyan emberré, aki őtet hallgassa, aki őtet követi, és minél több embertársamnak tud segíteni, hogy hasznára váljok Istennek, ha már megteremtett, és akkor tudjak hasznos eszközévé válni. És ezzel a fogsoros, fogorvosos példával azt mondta az a lány, hogy a végén ugye egy új mosolya lesz az embernek a szép fogakkal, vagy nem csak hogy szép, hanem a kijavított új fogakkal, megjavított fogakkal, és hogy a véget, a mosoly véget, ami fog áradni az emberből, az véget fogják az emberek akarni Istent, vagy azt a fogorvost megismerni. És én pontosan ezt szeretném, és hiszem, hogy ez fog történni, mert amilyen padlón voltam pár nappal ezelőtt, és Isten olyan csodálatosan emelt fel a padlóról újra, mármint nem egyszer segített, de most tényleg úgy érzem, hogy ez most ilyen elkezdődött valami. Ez rajtam fog állni, hogy kit választok, hogy Isten felé fogok fordulni, vagy pedig fogom hagyni, hogy a világ elnyeljen, és a Istenről a tekintetemet elveszem. De én mostant annyira már úgy érzem, hogy beértem ezekre a fogcserékre, hogy nagyon. És olyan boldogságot éreztem ma, amikor előbb hallgattam, és meg is akartam osztani, nem tudom, nem sikerült, azt hiszem, Bodó Attila és Bodó Kinga videóját, amiben a címe arról szól, hogy a természet visszavág. És ott, amiket mondnak, nagyon ébresztő dolgok, és nagyon sok minden ébresztő. Fel kell ébrednünk, mert annyira a világban a jelek, a Covid ez mostan nagyon sok mindent eltakar, de ami például a jelenésekből a természetet illeti, a Bibliában a jelenések könyvében, amik le vannak írva, hogy mik lesznek a jelek utolsó időben, na az minden mostan történik. The two preachers, majd volt már, hogy megosztottam tőlük videót, meg fogok még osztani. Nézzétek meg, hogy mik vannak a természettel kapcsolatosan, milyen természeti katasztrófák történnek manapság.
Vagy hogyha vesszük, hogy tényleg miket élünk meg, hogy az emberek hogyan kifordultak önmagukból. Sokan persze tisztelt a kivételnek, de sokszor azt ott tapasztalhassuk, hogy mink is szeretnénk tenni a jót, és pontosan a ellenkezőjét tesszük. Ez minden arra utal, azt mutassa, hogy milyen csapdában élünk, és arra szeretném én is fölhívni a figyelmet, hogy ebből a csapdából van kiút, és az nem más, mint Jézus Krisztus, aki meghalt értünk, és azt mondta, hogy ő legyőzte a gonoszt, úgyhogy le van győzve a gonosz, még hogyha mostan munkálkodik is a világba, és el akarja hitetni velünk azt ott, hogy vagy például, vagy azt, hogy nincs, hogy nem létezik, és akkor az embereknek nincs semmitől sem félhetni valójuk, vagy pedig, amikor meg már úgymond az embert valamilyen oknál fogva a bűnökkel lehúzza a mélybe, és ottan viszont azt akarja elhitetni, hogy nekünk már nincs kiút, és egyszerűen, hogy nem érünk semmit, és úgymond még arra is esetleg arra is irányítsa a figyelmünket, hogy mink semmit nem érünk, csak egy rakás szerencsétlenségek vagyunk. És ugye ilyen esetekben sokszor jön az emberekben az a gondolat, hogy minek éljek, milyen értelme van az életemnek. Esetleg az, hogy elveszi valaki, vagy el akarja venni a saját életét. Na pontosan ez véget. Nagyon fontos tudnunk, hogy nekünk igenis van kiút. Van Jézusunk, aki felé fordulhatunk, és hogy őtet kell keresnünk, és hogyha fogjuk engedni, hogy a jó Isten vezessen bennünket, és fogjuk akarni hallani a hangját, akkor igenis meg fogja mutatni nekünk a helyes utat, meg fogja mutatni fog hozzánk szólni. Tény és való, hogy van úgy, hogy rendesen tudsz vele beszélgetni. Valakiknek ad álmokat. Ez annyira sok fajta képen Isten tud hozzánk szólni. Az a legfontosabb, hogy mink akarjuk. És ezért szeretném mindenkinek javasolni, hogy akarjon Isten felé fordulni. Bármilyen gondja van, bármivel is küzd, vagy akármilyen kérdése van, forduljon tiszta szívből Istenhez. Jó, most egyelőre ennyit tudok átadni. Ezek voltak a gondolatok, amik eszembe jutottak. Mindenkinek szép estét kívánok, Isten áldjon benneteket, és nagyon, nagyon, nagyon kívánom azt, hogy az életbe tudjunk egyfele menni, és tudjunk egymásnak támaszai lenni, hogy minél többen egymásra találjunk, és tudjuk egymást segíteni, erősíteni, ha tanúbizonságokkal is, és ezáltal most én is tényleg bárkinek valamilyen mondani valója lenne Istennel kapcsolatosan, akkor azt oszta meg a többiekkel, mert ezek mind építő jellegűek, és mindegyikünknek szüksége van úgymond ilyen kapaszkodókra,
és minél több emberről hallhassuk a tapasztalatait, annál jobban erősödünk mink is, és így is tudjuk egymást segíteni. Ezt kívánom. Isten áldjon benneteket, jó éjszakát! Sziasztok!